Üdvözlök mindenkit! Az előző részben megnéztük, hogy a nagy szűrő hol állíthatja meg a már kialakult élet továbbfejlődését. Beszéltünk az endoszimbiogenezisről, és szó volt arról, hogy semmi sem garantálja, hogy máshol is kialakuljon a mitokondrium vagy a kloroplasztis, ha pedig ezek a sejtalkotók nem alakulnak ki, az ellehetetleníti a fejlett és összetett élet kialakulását. Ebben a videóban viszont optimisták leszünk, és tovább lépünk a sejtszintű életen, és megnézzük, hogy mi lehet a nagy szűrő következő lépcsőfoka, amin fennakadhat meg annyi élőlény. Az előző videóban arról beszéltünk, hogy mennyire valószínűtlen, hogy más bolygókon, más környezetben is kialakuljanak az energiagazdálkodás sejtalkotói, és hogy ezek nélkül jóformán több sejtű élet sem alakulhat ki. Most viszont legyünk kedvesek és tegyük fel, hogy nagy véletlen folyamán, de kialakulnak ezek a sejtszerveskék máshol is, és létrejönnek a fejlett eukarióta egysejtűek egy másik bolygón. Hogyha ezek a sejtszerveskék kialakulnak, semmi sem akadályozza a földihez hasonló élet kialakulását. Megjelenhetnek az új egysejtű és többsejtű fajok, az egyszerű teleptest felépítésütől a bonyolult szövetes és szervekkel rendelkező fajokig. Egy dolog azonban igen kérdéses, ez pedig az értelmes fajok kialakulása. Nem tudjuk, hogy pontosan milyen feltételek szükségesek egy intelligens faj kialakulásához, azt viszont tudjuk, hogy az ember agytérfogata többet nőtt az elmúlt 2 millió évben, mint az azt megelőző 10 millió évben. És persze azt is figyelembe kell vennünk, hogy több száz rokonunk közül ugyan több elért valamilyen szintű fejlettséget, mint például a Homo erectus vagy a neandervölgyiek, olyan intelligenciája egyiknek sem volt, mint nekünk. Nem is beszélve mondjuk a csimpánzokról, orangutánokról vagy gorillákról, amik mind nagyon intelligens állatok, de jócskán lemaradnak tőlünk. Egy kihalt állat intelligenciáját a legnehezebb kutatni. Az egyetlen dolog, amiből nagyjából kitalálhatjuk, hogy egy kihalt állat milyen intelligens volt, az a koponyája, amiből megtippelhetjük a hozzávetőleges agytérfogatát. Ez alapján a főemlősök előtt nem rendelkeztek aránylag nagy agytérfogatú fajok, legalábbis nem ismerünk ilyet. Így hát kijelenthetjük, hogy az intelligens vagy félintelligens fajok kialakulásához rengeteg idő kell. Hiszen a főemlősök és az intelligensebb főemlősök sem épp régen jelentek meg, legalábbis földtörténeti viszonylatban nem. Ha megvizsgáljuk, hogy a Földön hány faj ért el ilyen szintű fejlettséget, megdöbbentő adatokat kapunk. A főemlősök csak az emlősök egy kis csoportja, és az élet több milliárd éves történelme alatt csak ez a kis csoport ért el ilyen szintű fejlettséget, közülük is csak pár faj ért el öntudatot. De azt is meg kell említenünk, hogy a fogascetek és a madarak közül is van néhány faj, amik igen intelligens állatok. A delfinek néhány faja igen jól tanítható, és a varjak remek probléma megoldók. Egy faj intelligenciájának fejlődését viszont a testfelépítése is befolyásolhatja. Hiába félértelmes faj a palackorú delfin, a testfelépítése és életmódja nem teszi lehetővé az eszközhasználatot, sosem lesz igazán értelmes faj belőlük. Ha belegondolunk, a fajok legtöbbjének az intelligencia nem egy olyan hasznos dolog. Sok állat nem akkor él túl, hogyha intelligensebb, hanem ha gyorsabban tud futni, jobban meg tudja magát védeni, erősebb, vagy esetleg jobban tud repülni. Azonban, ha egy faj testfelépítése lehetővé teszi az eszközhasználatot, akkor ki tudja használni intelligenciáját, és egyszer akár emberszintű vagy nálunk fejlettebb civilizációvá válhat. Nagyon fontos azt megértenünk, hogy lehet az is, hogy kialakul rengeteg helyen az intelligencia az univerzumban, de hogyha egy állat testfelépítése vagy környezete nem teszi lehetővé, hogy eszközöket használjon, akkor fejlődni sem tud. Ha egy másik bolygón kialakul egy mondjuk delfin vagy csimpánz szintű intelligenciájú faj, de az a faj mondjuk testfelépítése vagy élőhelye miatt nem tud eszközöket használni és nem tud jól fejlődni, akkor sosem lesz belőle civilizáció, főleg nem űrutazó faj. Hogyha mondjuk egy víz alatti vízifajnál kialakul valamilyen szinten intelligencia, akkor az sosem fog tudni fémeket megmunkálni, és sosem lesz belőle semmilyen szinten civilizáció, legalábbis vízen kívül nem. Ha mondjuk egy óceánbolygón, amiből akár mennyi lehet az univerzumban, kialakul egy intelligens élet, ők nem fognak kilépni a vízen, és az is lehet, hogy soha nem fognak még csak gondolni se arra, hogy felnézzenek az égre, és
el akarjanak jutni a távoli bolygókig. Így hát lehetnek ők akármilyen intelligensek, akár nálunk is intelligensebbek, ha nincs meg a motivációjuk, és nincsen meg az eszköztudásuk, használatuk, egyebek ahhoz, hogy kilépjenek a vízből, akkor nem lesz belőlük űrutazó faj. Így hát lehetséges, hogy sok helyen kialakul valamilyen szinten intelligens élet, de az nem tud ennél is tovább lépni. És nagyon fontos azt is megértenünk, hogy a nagyszűrő nem azt jelenti, hogy sose alakulnak ki ezek a lépcsőfokok. Legyen szó az összetett eukarióta sejtekről, vagy az intelligens fajokról, mert itt vagyunk mi az élő példák. Simán lehet, hogy sok helyen, akár több száz helyen kialakult az univerzumban, csak a távolságok miatt sosem fogjuk megtudni. Ez lett volna tehát a nagy szűrő következő lépcsőfoka, ami az előző fokon túljutott élőlényeknek még át kell haladnia. Szerintem az előző lépcsőfok egy kicsivel nagyobb akadály, viszont ez sem sokkal könnyebb feladat, rengeteg minden befolyásolja, és nem tartom kizártnak, hogy a kettő együtt tartja vissza az intelligens fajok kialakulását. Ez az elmélet nem teljesen a sajátom, rengeteg helyen olvastam róla, és a Kurzgesagt csatorna hasonló témájú videói is rengeteget segítettek. És hát ennyi lett volna ez a videó, köszönöm a figyelmeteket, és remélem ismét tudtam bennetek gondolatokat ébreszteni, hiszen ennek a sorozatnak ez a célja. Ha meg akarod osztani a véleményedet velem, vagy bárki mással, akkor csatlakozz a Discord szerverünkhöz, ahol szívesen látunk mindenkit, főleg ha tudunk ilyesmi témákról beszélgetni. Én Darkest voltam, sziasztok!